Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 44. adásában. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Mai témáink. Legyen az ön szívügye is alapítvány következő jótékonysági estje Kartalon. Vendégünk Tóth Ilkó Mihály, Kartal nagyközség polgármestere. Balázs Jánossal beszélgetünk a kistérségi nyugdíjas majálisról. Végül ingatlan adásvételi tanácsadás Tordai Piroskával. Tartsanak velünk ma is! Kartal nagyközség is csatlakozott ahhoz a térségi jótékonysági kezdeményezéshez, ami az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet javára gyűjt. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Tóth Ilkó Mihály, polgármester urat. Üdvözlöm, Mihály! Üdvözlöm! Ugye azért a vendégünk most itt a műsorban, mert Kartalon is megszervezésre kerül a Legyen az ön szívügye alapítvány jótékonysági estje. Miért szívügye a jótékonyság Kartal nagyközségnek? Ugye én az egész életemet Kartalon éltem le, és Kartal közvetlenül csatlakozik a Galgamente települések csoportjához. Kartal és Aszók között a távolság közel 400 méter, és ez a kartaliaknak az Aszódi Rendelőintézet, ez egy olyan lehetőséget biztosított, hogy akár kerékpárral, akár gyalog könnyedén elérhették betegember létükre is a céljukat. Abban az esetben, hogyha ez a rendelőintézet valami miatt megszűnne, akkor igen körülményes lenne nekik egy másik településre eljárni. Itt minden szakrendelés adott, és ebből adódóan könnyedén elérhetők. Ha visszafordítom ezt a dolgot, és visszagondolok arra az időszakra, amikor én gyerek voltam, akkor még cseppelautóra felszerelt dobozok voltak azok, amik mint autóbuszok szállították Versegről, Kartalról az embereket az Aszódi vasútállomásig. Onnan vonattal kellett Gödöllőre menni az ottani szakorvosi rendelőintézetbe. Azzal, hogy Aszódon megnyílt ez a rendelőintézet, ezáltal sokkal könnyedebbé vált az itt élő embereknek a sorsa. Azt, hogy ez a kezdeményezés elindult, ennek célja az is, hogy emberközpontúbbá és kulturáltabbá tegyék magát a rendelőintézetet, mert a rendelőintézet elég lepusztult állapotban volt. Igaz, hogy ezekkel az összegekkel magát a rendelőintézetet fenntartani, olyan mértékben segíteni, amivel hogy az ellátása biztosított legyen, nem lehet. De ha már azt el tudjuk érni vele, hogy a beteg, ha bemegy egy szobába, egy orvosi szobába, és ott kulturált körülményeket tapasztal, már az egészségesebb állapotot jelent, és egészségesebben érzi magát, mint amint hallottam a főorvosasszonytól, hogy milyen körülmények uralkodtak, és illetve a Bodó főorvostól, a volt főorvostól, aki elmondta, hogy végül is ezt az alapítványt azért hozták létre, hogy ezzel is segítsék a rendelőintézetnek a komfortosítását. Ugye már több településen megszervezték a jótékonysági estet, kultúrásnak is nevezhetném. Kartalon milyen programokkal várják majd az érdeklődőket? Kartalon csak kartaliak mutatkoznak be. De ezek az óvodásoktól kezdve a nyugdíjas korokig minden korosztály megjelenik majd különböző produkciókkal. Ebbe lesznek óvodai produkciók, lesznek népzenei produkciók, lesznek musicalek, lesz hip-hop, minden olyan műsor, ami gyakorlatilag
a fiatalnak és az idősebbnek is megfelelő színvonalat biztosít. Azok az érdeklődők, akik esetleg valami miatt majd nem tudnak elmenni az estre, nekik van-e lehetőségük másként támogatni az alapítványt? Hogyne. Már jelen pillanatban a Művelődési Háznak a jelenlegi vezetője az alapítványtól elkérte az 500 és 1000 forintos támogatási jegyeket, és megbeszélte a kartali intézmények vezetőivel, és az intézményeken belül már propagálják és próbálják szülőknek a támogatási jegyek megvásárlását kezdeményezni. Melyek ezek az intézmények? Hát itt felsorolhatom, mert most már ugye bővültünk. Két hete volt a bölcsödének, 48 férőhelyes bölcsödének az átadása. Bölcsöde, óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, polgármesteri hivatal, és szerintem találtak olyan szponzorokat is, akik üzletek, akik beszálltak ebbe a kezdeményezésbe. Ugye ezek támogatói jegyek, és ha mondjuk van olyan ambiciózus vállalkozó, aki esetleg a munkáját, a kétkezi munkáját tudná felajánlani az egyesületnek, vagy az alapítványnak, azt is szívesen veszik? Hát igazából erről magával, az alapítványnak a vezetőjével nem beszéltem, de abban az esetben, hogyha erre mód és lehetőség van, biztos vagyok benne, hogy a kartali vállalkozók közül lennének, akik szívesen beszállnának ebbe a magának a rendelőintézetnek a bizonyos részeinek a felújításába vagy karbantartásába. Polgármester úr, térjünk vissza egy picit a jótékonysági estre. Mikor lesz az est? Az est április 28-án este 18 órakor, tehát 6 órakor kezdődik maga a műsor. Részletesebb információt az érdeklődők hol tudnak szerezni, hol találnak ilyet? Több helyen, és ha lehet, akkor azt olvasnám is. A Kartal honlapján, a Kartali Kisbíróiságból, a Régió Plusz Televízión, valamint a kihelyezett plakátokról, illetve az intézményben dolgozóktól, akik már, mint mondottam, ezeket a 500 és 1000 forintos támogató jegyeket ajánlják a gyerekeknek, a szüleinek. Név szerint milyen fellépőkkel találkozhatunk majd az esten? Hát ha megengedi, akkor olvasnám, mert elég sok a fellépő. A Játéksziget napközi otthonos óvoda néptánc csoportjával kezdenek, és van két tehetséges kisfiú, akik hegedülnek, énekelnek, a Rákóczi Gyurika és a Lacika, a Könyves Kálmán általános iskola tanulói, a Művelődési Ház ifjúsági néptánc csoportja, Varga Péter hegedűn játszik, Berecki Márta énekel, Tóth Deme Gabriella fuvolán játszik, Rahorovszki Gáborné mesemondás, Tóth Ilkó Zsuzsanna és Sőregéné Sápi Andrea musicaleket énekel, a Kartali asszonykóros, akiről azért azt most külön meg is állok, és el kell mondanom, hogy országos és nemzetközi szinten is talán már mindent megnyert, ami megnyerhető. Ők a következők: a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület hagyományőrző csoportja, akik szintén nagyon lelkesek és nagyon összetartók, és minden egyes rendezvényen, főleg jótékonysági rendezvényeken is részt vesznek. A Kartali Ne Felejts Népi Együttes és Kulturális Közhasznú Egyesület, akikről el kell mondanom, hogy egy teljesen új stílust képviselnek, és most már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, és legutoljára pedig a Kartali Polgárőrség színjátszóit szeretném elmondani, akik mindig valami meglepetéssel szolgálnak. Bízunk benne, hogy most is egy
új produkció, vagy a régiek közül egy felújított produkcióval fognak fellépni. Azt tudhatjuk előre, hogy a befolyt adományokból majd mit fog csinálni az alapítvány, mire fordítja ezt az összeget? Nem tudjuk, meg igazából nem is az az érdekes, hogy mit fog csinálni, mert az elmúlt rendezvényeknek a bevételéből utólag mondták el, hogy miket vásároltak, és hogy tették komfortosabbá magát a rendelőintézetet. Én úgy gondolom, hogy és biztos vagyok benne, hogy az alapítvány ezt is jó célra fogja felhasználni. És bízunk benne, hogy minél több támogatójegyet megvásárolnak, és ezzel hozzá tudjuk segíteni a rendelőintézetet ahhoz, hogy abban az esetben, hogyha már nem magára a komfortra fordítják ezt, hanem bizonyos berendezés megvásárlására, akkor ezzel is a betegeknek a gyógyulásához adunk egy kis segítséget. Ugye a programokból lehet látni a sokszínűségéből, hogy Kartalon megmozdította a polgárokat ez a kezdeményezés. Nagyon szívügye a kartaliaknak akkor ez a dolog? Így van. Mi nagyon szeretnénk, hogyha a rendelőintézet itt maradna, és ki is bővülne még olyan szakorvosi ellátással, amit jelen pillanatban még talán Gödöllőn sem lehet megkapni, hanem a Kerepestarcsai Kórházba kell elmenni. Tehát ha az megoldható lenne, hogy ezt a szolgáltatást itt helyben el tudnák végezni, heti egy alkalommal vagy két alkalommal, mert akkor ehhez maguk a házi orvosok úgy osztanák be, illetve úgy adnák ki a beutalókat, hogy nem kellene Kerepestarcsára menni, és ott a tömegbe sorban állni. Ez nagyon sokat segítene, főleg az idősebb korosztályon. De a fiatalabb korosztályon is, hiszen a fiatalabb korosztályból is a pici gyerekekről tudjuk, hogy azért órákat várni egy vizsgálatnak a elkészültéig, vagy azt, hogy egyáltalán be tudjon jutni a vizsgálatra, az nagyon nehéz a gyereket kordába tartani. Hát a kedves nézők most egy kis információt kaphattak az ismét megrendezésre kerülő Legyen az Ön Szívügye is alapítvány jótékonysági esélyről Kartalon. És hát felhívom a figyelmüket, hogy mivel ez mindannyiunk szívügye, ezért minél többen menjenek el az estre, és nézzék végig a műsort, hogyha nem tudnak, akkor pedig vásároljanak támogatójegyet, hogy így is segítsük a helyi egészségügynek a fejlődését. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban a Kistérségi Idősügyi Tanács elnökét, az Életet az Éveknek Pest Megyei Szövetség elnökhelyettesét és a Szinkron Nyugdíjas Egyesület elnökét, Balázs János urat. Üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. János, olyan apropó folytán hívtuk meg Önt a műsorunkba, hogy idén ismét megszervezésre kerül a Kistérségi Nyugdíjas Majális Bagon. Mikor kezdődtek a nyugdíjas majálisok a kistérségben? Hát egy picit régebbre kell visszanyúlni. 2005 volt az első dátum, amikor elkezdtük ennek a szervezését, csak hazai szinten. Szerettünk volna hagyományt teremteni belőle. A régi szép idők emlékére, még mikor zenés ébresztővel köszöntötték május 1-jét. Hát eddig ilyen rendezvény nem igen volt a környéken, azért pattant ki a vezetőség agyából az ötlet, hogy hát jó volna ezt megteremteni, hagyományt teremteni belőle, amit el is kezdtünk 2005-ben. Igaz, hogy alapszinten először csak magunknak, a bagi nyugdíjasoknak szerveztük, aztán bővült egy kicsit, kiterjedt a kistérségre, meghívtuk a szomszédos klubok
vezetői által a klubtagokat. Sikeren felbozdulva 2008-ban kiterjesztettük az egész megyére. Tehát megyei szinten folyt a szervezés. Mondanom se kell, hogy egyre többbe került a dolog. Az első megyei szervezésen 16 csapat vett részt az egész megyéből. Nagyon jó sikerült a következő, második majálisunkon már 24 csapat. Hát ugye ezeknek az elhelyezése, az öltözés, átöltözés, tehát elég nagy szervezést kívánt tőlünk. Aztán ugye, ahogy fogyott a keret, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy most megint visszaesünk a kistérség szintjére. Sajnos. Kevesek a ponzorok, önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Nem tudják támogatni a rendezvényt. Megye sem tudja támogatni, az országos sem. De hát ez országos szinten sajnos. Így működik. Kicsit tekintsünk még vissza a 2005-ös időszakra, a kezdetekhez. A majálist, amikor elkezdték szervezni, és ugye megvolt az első. Akkor milyen fórumokon ment ennek híre, hogy ez szépen így kinőtte magát, úgymond megyei szintűvé? Hát igazából voltak érdeklődők, mondjam úgy hivatlan vendégek, de azért szívesen láttuk őket. Ugyanis az első helyszín a Bagi futballpályán volt. Hát ilyen fél szabadtéri, hogy úgy mondjam, ugyanis az ebédet, amit készítettünk, azt fönt a terembe fogyasztottuk el, félve a rossz időtől, hát azért május elsője még. Olyan időszak, amikor vagy jó idő van, vagy nem, hát mi azért számítottunk rá, ugye akkor még kisebb befektetés nélkül elment ez, mert szabadtéren ott megfőzicskéztünk, elénekelgettünk, szólt a zene. El kell mondanom, hogy abban a jó helyzetben vagyunk, hogy nyugdíjas egyesületünknek van egy zenekara, ami ingyen bérmentve, és itt szeretném megköszönni az összes akkori tagoknak és a mostaniaknak, akik felajánlották ezt, hogy teljesen bérmentesen szórakoztassák a népet. Onnan jött az ötlet aztán, hogy hát hívjuk meg a környékbeli települést. Hát először nem nagyon mertük, elég volt fele, ugye, mondanom se kell, hogy ott már biztosítani kellett WC-t, öltözőt, tehát ami a rendezéssel jár. Kik voltak a települések, azok a települések, vagyis nyugdíjas egyesületek, akiket meghívtak? A legelső települések Hévízgyörg, Aszód, Galga Hévíz és Tura volt. Következő évben bővítettük ki. Galgamácsával, Verseggel, Kartallal. Úgyhogy aztán végén a teljes kis létszám ott volt. Már a kistérség létszám a nyugdíjasok közül. De hát ugye már gondot okozott a színpad, sátor, azért befedni a színpadot. Úgyhogy hát bizony volt, mikor belekerült 1 millió forintba. Milyen programok voltak az évek során majálison? Hát tradicionálisan úgy kezdődött, hogy a zenekar, hát nem hajnali, mert valamikor hajnalban ébresztettük a falut. 4 óra tájban gyülekeztünk a műfáz előtt. Föl egy régi-régi Csepel teherautóra, természetesen útvonal engedéllyel, hangoskodásra. Tehát mindent elintéztünk előtte, körbejártuk a falu utcáit, zeneszóval ébresztettük a lakosokat. Hát sokan föl is ébredtek, ablakon integettek, nagyon jó volt, szóval. És ugye ebből szerettünk volna mi hagyományt teremteni. Ami hát gyakorlatilag az idei évig sikerült is. Most torpantunk még egy picit anyagi szűkösség híján, hogy vissza süllyedünk a kistérségi szintre.
nem tudjuk tartani. Hát igen, ez sajnálatos dolog, de hát mindenki tudja, hogy a gazdasági helyzetünk az most hogy áll az országban, de mégis akkor ezen a szűkös kereteken belül milyen programok várhatóak az idei majálison? Hát az idei majálist bevisszük a Kultúrház udvarára. Mégiscsak egy picit zárt helység, talán nem kell sátrat bérelnünk. Az idő kegyes lesz hozzánk, megúszuk. A színpad hátamogot fogunk sütni, főzni. Hát ide várjuk most a mostani nyugdíjasokat, de azzal a kitétellel, hogy nem feltétel a fellépés. Mert eddig ugye nyugdíjasok adták a műsorokat. 10 perc idő meg volt szabva. Hát azért ez egy 25 létszámú csapatnál így is elhúzódott. Úgyhogy most nem is délelőtt kezdünk, hanem délután 15 órakor. Gyakorlatilag szórakozni hívjuk őket. Szerény ellátással, zenével, beszélgetéssel, mert azért hiányzik a nyugdíjasoknak kikapcsolódás. És ha jó belegondolunk, hát önök elég sok nyugdíjas rendezvényt fölvettek, lejátszották, és mikor megnéztük, hát lehetett látni, hogy azért jól érezték magukat a nyugdíjasok. Tehát van miért csinálni, érdemes, véleményem szerint. Nem szabad őket magukra hagyni. Még ha alacsonyabb létszámmal is, kisebb rendezéssel, de azért igyekszünk. Hát ha majd, ugye a remény hal meg utoljára, újból följebb emelhetjük a színvonalat. És a kistérségi nyugdíjas egyesületek mennyiben veszik ki a részüket a szervezésből? Hát igazából nem kérhetem tőlük. Ezt mi magunkra vállaltuk, mindjárt elejétől fogva, végig. Tudom, hogy nehéz helyzetben van minden nyugdíjas egyesület. Bár ha csak klub is nem egyesület, ugye a pályázati lehetőség szűkös. Nem kívántuk tőlük. Azt kérjük, hogy jöjjenek, érezzék jól magukat. És azért mégiscsak megmarad ez a kis hagyományvagon. És a majálisra csak a nyugdíjasokat várják szívesen, vagy akárki részt vett a programon? Természetesen jöhet bárki. Hát nem zárt körül, szívesen látunk bárkit. A vendégelés ugye már ott probléma van, mert azért annyira nem futja a keretbe, hogy mindenkit el tudjunk látni, de szívesen látunk bámészkodókat, vagy esetleg akik közénk akarnak tartozni, vagy közénk fog tartozni, meg aki még nem tartozik közénk, hát ha kedvet kap tőle. Tehát nem egy zárt körül, nyugodtan eljött bárki, elég nagy az udvar, sokan befélnek. És a belépés díjtalan akkor? A belépés díjtalan, persze, hát nem szabad ilyenért pénzt kérni. Nem azért csináljuk, ez soha nem nyereségvágyból volt, még nem is lehet, non-profit szervezet mindenki. Hát ezelőtt voltak büfék is, természetesen a szervezéshez hozzátartozott, mindenki önköltségi áron. De hát ugye most azt is engedélyeztetni kell, elég nehézkes. Hát megpróbálunk mi ásványvizet beszerezni kis főzőcskéhez. Aztán, hát ugye mivel nem egésznapos program, hát olyan nagyon nem fognak éhezni az emberek. Meg mondom, ez inkább ilyen beszélgetős ismerkedés. Megbeszéljük a régi dolgokat, hogy volt, hogyan lehet a jövőbe, mert én úgy látom, hogy nagyon szűkös minden nyugdíjas klub helyzete. Nem tudják az önkormányzatok támogatni, megértem. Szponzorok, nagyon köszönjük, akik segítenek, akadnak szép számmal, bár nekik is nehéz. Tehát nem várhatunk csodát. Ami erőnktől telik, megtesszük. Azért köszönet illeti a önkormányzatot, hogy rendelkezésünkre bocsássa a művelődési házat. Ugye áramellátás, víz, WC, tehát minden, ami szükségeltetik hozzá, ennyivel könnyebb a helyzetünk. A régi, hát a közeljövőben volt megyei szervezvények, ugye majdnem mind a futballpályán volt. Ha
hatalmas sátor alatt, nagy színpaddal. Hát most megelégszünk egy kicsivel, ennyire telik. Hát ugye azt szokták mondani, hogy szegény ember vízzel főz, és hát ugye a szűkös keretek ellenére láthatják a kedves nézők is, hogy Bagon igenis megszervezik a majálist, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistérségi nyugdíjas élet minél pezsgőbb legyen, főleg most, hogy ugye jön a jó idő, és egy kicsit a nyugdíjas korúak is kikapcsolódjanak és szórakozzanak. És hát ugye május 1-én délután 3 órára várnak mindenkit sok szeretettel a Bagi Művelődési Házba, minden nyugdíjast, és ezért azt javaslom önöknek, hogy látogassanak el oda és érezzék jól magukat. Köszönöm szépen, János, hogy eljött hozzánk és beszélgetettünk. Köszönöm én is a megtiszteltetést. Korábbi hónapban már találkozhattak kedves nézőink Tordai Piroskával, aki az egyik piacvezető ingatlan iroda, Péceli és Gödöllői irodájának vezetője. Most ismételten ellátogatott hozzánk, hiszen ahogy megígértük önöknek, választ kaphatnak azokra a levelekre, melyeket neki küldtek el e-mailben. Szeretettel köszöntelek, Piroska. Köszönöm, hogy ismételten eljöttél hozzánk. Szép jó napot mindenkinek. És hát ahogyan azt már itt a műsor előtt megbeszéltük, nagyon sok e-mailt kaptatok, és különböző kérdések merültek fel az elmúlt adás kapcsán, amikor is az ingatlan adásvétel tanácsairól beszélgettünk. Most azonban nagyon sok kérdés érkezett az árakkal kapcsolatban, és azokkal a szolgáltatás csomagokkal kapcsolatban, amit nálatok megkaphatnak a kedves érdeklődők, a kedves vevők, vagy ingatlant eladni kívánok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy térjünk is ki erre a kérdéskörre. Mik ezek az árak, és milyen szolgáltatások kaphatóak meg nálatok mennyiért? Köszönöm szépen. Hát először is köszönöm a leveleket. Tényleg nagyon sokat kaptunk, különböző témákban, de azért a többsége az arra kíváncsi, hogy mi a mennyi. Ugye mi magyar emberek mindig arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szolgáltatások azok mennyibe kerülnek, illetve egyáltalán mit kapunk a pénzünkért. Tehát, hogyha igénybe veszünk például egy ingatlan közvetítőt, azt mennyi pénzért tesszük, és mit kapunk cserébe, mert ugye ez a lényeg. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ó, hát ezt én is meg tudom csinálni, amit az ingatlan közvetítő, írok egy frappáns szöveget, lefényképezem az ingatlanomat jobbról-balról, felteszem az internetre, és akkor majd csak jönnek az érdeklődők. És hát tulajdonképpen ezt csinálja egy ingatlanos is, nem? Akkor miért viszi el azt a sok pénzt? Tehát gyakorlatilag erre vonatkoztak a kérdések leginkább, hogy ez tényleg így van-e, vagy nem így van, és ha nem így van, akkor mit csinálunk? És mit? Igen. Hát először is talán ami a legfontosabb, hogy mi nem kérünk el előre pénzt. Tehát nincsen nálunk se hirdetési díj, se kiszállási díj, se készenléti díj, se címlista pénz. Gyakorlatilag semmilyen olyan költsége nincsen az eladónak, ami előre fizetendő. Tehát mi kizárólag sikerdíjjal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a sikeres létrejött adásvételi szerződéskor az első pénzmozgásból kapjuk meg a sikerdíjunkat. Ami azért érdekes, mert odáig ez az eladónak végig kockázatmentes és díjmentes. Tehát addig, amíg ténylegesen meg nem jött a vevő, és ténylegesen nem történt meg az adásvételi szerződés, gyakorlatilag az eladó szempontjából az ingatlan közvetítő ingyen dolgozik. Értem. A saját pénzén hirdet, a saját benzinével, a saját telefonszámlájával. Mi vállalkozók vagyunk, egészen odáig kockázatot mi vállaljuk, amíg a tényleges adásvétel létre nem jött. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy átvállaljátok ezeket a költségeket, hiszen ha valaki egyénileg vág ebbe bele, akkor ugyanúgy ott van a benzinköltség, a hirdetés, feladási díj, stb. Gyakorlatilag ebben az esetben pedig ezt ti végzitek. Így van. És hangsúlyozom, a kockázata miénk, hiszen ha mégsem mi adjuk el az ingatlant, hanem esetleg a tulajdonos mégiscsak maga, vagy nem lesz eladva az ingatlan bármi miatt, akkor nekünk utólagos költségünk sincsen. Tehát nincs az, hogy hát mi fél évig árultuk, akkor ez ennyibe került. Ha nem adtuk el, akkor az eladó nem fizet nekünk pénzt. Tehát gyakorlatilag minden kockázata miénk, és csak a tényleges, sikeres adásvételi szerződéskor visszük el a sikerdíjunkat. Odáig ez egy virtuális pénz, ha mondhatom így. Ebben mi van benne? Ebben benne van az, hogy kimegyünk,
feltérképezzük az ingatlant, csinálunk egy értékbecslést, ez egy szakma. Tehát persze mindenki tudja, hogy a saját ingatlana mennyit ér körülbelül, de azt onnan tudja, hogy ennyiért vettem a téglát, meg ennyiért a betont, meg a Józsi ennyiért festett ki, meg tehát, hogy körülbelül mennyibe került, de azt már nem nézi, hogyha ezt piacra helyezi, akkor a vevő mennyiért venné meg. Mindig azt szoktuk kérdezni az ingatlanba, hogy kedves eladó, ön most ezért a pénzért, amit ön szeretne kapni a házáért, megvennie magától. Igen, erről beszélgettünk is a korábbi adásban, hogy ugye nem egyeznek meg az eladói és a vásárlói érdekek ilyen tekintetben. Na most miután mi több ingatlanba járunk, több hirdetési oldalt ismerünk, ugye napi 8-10 órában foglalkozunk ezzel, tisztában vagyunk az árakkal. Tehát csinálunk egy értékbecslést, csinálunk egy fotót. Azok az eladók, akik csak velünk hirdetik, vagy akarják eladni az ingatlanukat, azok kapnak tőlünk egy ingyenes profi befotózást, ami azt jelenti, hogy jön egy profi fotós, és a házat a lehető legjobb oldaláról mutatja meg. Ezt odaadjuk ajándékba DVD-n az eladónak, és később, amikor már elköltözött, akkor milyen jó azt nézegetni, hogy emlékszel, hogy nosztalgiázhat. Így van. Tehát ez például egy ajándék. Utána fizetős portálokra rakjuk fel az internetre a hirdetéseket. Most nyilván nem fogom elmondani, hogy melyikekre, de azért ezeknek komoly költsége van, ami az eladó önmaga, magánemberként még drágábban vesz meg, hiszen mi csomagba vesszük ezt, ugye nagyot vesz, érthető. Olcsóbban kapja, míg egy magánember nem is tudja, hova kell felrakni, így van. De én mindenkinek azt tanácsolom, hogy aki ma elad, és föltett az internetre bárhová hirdetést a házról, most üljön le, és nézze meg, hogy hol van az a hirdetés. Mintha ő vevő lenne, keressen rá a saját hirdetésére, és nézze meg, hogy a hasonló ingatlanok közül hol van az a hirdetés. És meg fog döbbenni, hogy 3-4 óra alatt 3-4-5 oldalt is hátra sorolódik. Hihetetlen. Most ez egy hét múlva gyakorlatilag már nem lehet megtalálni. És az eladó azt gondolja, hogy hirdeti, és már sehol nincs a hirdetés. És senki nem jelentkezik, senki. Mert nem veszik észre. Így ti van. Pedig automatikusan naponta frissítitek, előre helyezitek ezek szerint. Nekünk minden napunk avval kezdődik, hogy a hirdetési oldalakon befrissítjük az összes hirdetést. Tehát ez napi 2-3 órát igénybe vesz tanácsadónként, amit az eladó nem tud megtenni, hiszen ő máshol dolgozik. Aztán hirdetünk újságba, különböző napilapokba, 8 oldalas katalógust adunk ki, amit postaládákba, területen szórunk, különböző fodrászatokba, közértekbe, tehát a helyi marketingünk az nagyon erős. Ezen kívül megyünk, mutatjuk az érdeklődőnek az ingatlant, kívülről, belülről. Sokszor mi visszük az érdeklődőt az autóval, tehát nem az eladónak kell leegyeztetni az időpontot, hanem mi egyeztetjük le. Mi nézzük meg, hogy van-e pénze, amit ugye szintén nem tud az eladó maga megtenni. Teljesen. Így van, tehát maga a munka az nagyon sokrétű. Gyakorlatilag háromféle díjtáblázatunk van, és akkor itt most kitérnék arra, amit konkrétan kérdeztek a kedves érdeklődők. Van egy olyan fajta szerződésünk, ahol gyakorlatilag bárki árulja az ingatlan, az eladó is, és a többi ingatlan iroda is, aztán aki eladta, azé a pénz gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve. Ez nálunk 4% plusz áfába kerül, illetve van egy minimál díjunk, ez 400 ezer forint plusz áfa, hiszen a 4% mondjuk egy 3 milliós ingatlannál nem ugyanannyi, mint egy 30 milliósnál, akárhogy ez is egyértelmű. Nézzük. Így van, viszont a minimális költségünket azt a 400 ezer forintba határozzuk meg, és ezt is csak akkor, amikor eladtuk az ingatlant. Ez az egyik. A másik fajta szerződésünk az olyan, amikor az eladó azt mondja, hogy én annyi mindenkit ismerek, annyi barátom van, annyi ismerősöm van, ingatlanossal csak önökkel, de egyébként a barátaimnak adjuk meg a lehetőséget, hogy hát, ha nekik kell a ház. Ilyenkor van az, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, más ingatlanos nem, csak mi és a kedves eladó. Ez ugyanúgy 4% plusz áfába kerül. És van a harmadik fajta szerződés, az, amikor csak mi áruljuk az ingatlan. Bocsáss meg, hogy közbeszólok. A második eset az, amiről beszéltünk korábban, akkor kapják meg ajándékba ezt a DVD-t, ugye, amit említettél? Nem, az most majd a harmadik lesz. Az a harmadik nál van? Igen, értem. Amikor csak mi áruljuk. Tehát, hogy ő sem árulja. Igen, ő sem. Értem, tehát ő értem. Azt mondja, hogy teljesen szakemberre bízom ezt a dolgot, A-tól Z-ig, tehát első perctől kezdve egészen az adásvételi szerződésig
csinálja a szakember. És ő hátralép, és azt mondja, hogy én szívesen fizetek adásvételkor azért, hogy ez az ingatlan maximális marketinggel tényleg olyan fajta csatornákon menjen piacra, amit egyébként ő nem ér el. Ez 3,5% plusz áfa, plusz a DVD, amit ajándékba. Ennek a DVD-nek mondjuk nem is az ajándék értéke, ami talán nagyon fontos, hanem az, hogyha egy profi fotós csinál fotókat a házról, az egészen másképp jelenik meg egy hirdetésbe, mint hogyha mi ingatlanosok csináljuk a fotókat. És ugye azt mindenki tudja, hogy egy szép fotót, azt többen néznek meg, tehát többször kattintanak rá, nagyobb esélye van a háznak az eladásra, mint hogyha magánember fotóz. Ez az eladó oldal. A vevő oldal, amikor jönnek az érdeklődők, nekik gyakorlatilag minden díjmentes. Tehát díjmentes az, hogy mi kivisszük őket az ingatlanhoz, díjmentes a regisztrációjuk, címeket nem adunk ki, tehát itt ismét fel szeretném hívni a figyelmet mindenkinek, hogy mi nem adunk címlistát, tehát az nem fordulhat elő, hogy a mi nevünkben becsengett valaki, hogy mi küldtük. Így van. Ilyet mi nem teszünk soha, mi maximálisan a biztonságot védjük, tehát csak és kizárólag velünk jöhet az érdeklődő. Tehát a vevőknek minden díjmentes, olyannyira, hogy sokszor mondtam már ezt, hogy megnézzük, hogy van-e pénz tényleg. Ez azt jelenti, hogy nálunk lehetősége van az érdeklődőnek arra, hogy egy hitelszűrésen vagy egy pénzügyi tanácsadáson vegyen részt, ami szintén díjmentes. Itt meg tudjuk nézni, hogy meddig ér a takaró. Tehát ugye sokan gondolják azt, hogy én biztos, hogy kapok hitelt, hát miért ne kapnék, jó a fizetésem, teljesen biztos. Igen, de azért csak nézzük meg. 30 bankkal állunk kapcsolatba, gyakorlatilag annyi, hogy egy kérdőívet kitölt, megvannak azok a kérdések, amiket minden bank egyébként bekér egy hitelszűréshez, és akkor a bankoktól bekérjük az ajánlatokat, szinte az összestől. Ebből kiválasztunk hármat, azt ami a hármat, ami a kedves ügyfélnek a legmegfelelőbb, az élethelyzetére a legjobb, és ő a három közül választ, hangsúlyozom úgy, hogy a bank neve nincsen feltüntetve. Tehát ő nem tud részrehajolni a bankmárkák között, hanem gyakorlatilag egy ajánlatot kap, és a hármat megbeszéljük, és a háromból tud ő választani a saját élethelyzetére. Ez azért nagyon fontos, mert így az érdeklődőnek nem kell végigjárni az összes bankot, mindenhol sorba állni, minden ügyintézőnek újra és újra elmondani az ő élethelyzetét. Nagyon sok időt és energiát spórolunk meg így az ügyfeleinknek, arról nem beszélve, hogy pénzt is, hiszen hogyha ő nem abba a bankba megy, ami esetleg az ő élethelyzetének a legjobb ajánlatot tudja adni, akkor bizony ott pénzeket tudunk spórolni neki, hogy több között tud választani. Most amikor ez megvan már, akkor tudjuk, hogy mennyi az önerő, tudjuk, hogy mennyi hitelt tud felvenni, tehát el tudunk indulni. Miből lehet gazdálkodni, így egyáltalán van. Hol kell keresgélni. Így van. Na most, hogyha valakinek ebben a pénzügyi tanácsadásban az jön ki, hogy 15 millió forintig tud hitelt felvenni, és van 5 millió forint megtakarított pénze önereje, akkor nyilván nem fogom 40 milliós házakra vinni, mert hiszen nem fogjuk tudni kifizetni. Na most ezért hálás az érdeklődő, mert időt, energiát spórolok neki, mert nem néz fölöslegesen ingatlanokat, és hálásak az eladók, hogy nem viszek feleslegesen érdeklődőt, aki a végén nem tudja megvenni. Így van. Na most ez díjmentes. Ami díjmentes még, minden eladó ingatlanra biztosítást tudunk kötni. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi a helyzet a biztosításokkal nálatok? Így van. Tehát az ingatlanhoz mindig tartozik egy biztosítás. Nekünk is van egy ilyen szolgáltatásunk. Gyakorlatilag a biztosítás díja az, amit ki kell fizetni, tehát gyakorlatilag maga a szolgáltatás, az, hogy kimegyünk, felmérjük és adunk egy biztosítási ajánlatot, az gyakorlatilag díjmentes, tehát közvetítési díjat sem a hitelhez nem számolunk fel. Ugye ez a vevő oldal. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor nagyon sokféle szolgáltatással tudunk találkozni. Azt hiszem, nagyon baráti az, amikor mi azt mondjuk, hogy sikerdíjat kérünk. Mi ebből élünk, ha nem adom el az ingatlant, akkor nekem nincs pénzem. Ennél motiválóbb azt hiszem nem kell. Igen, viszont laikusként, illetve magánemberként felmerül ilyenkor a kérdés a másik oldalon, amikor a kis ördögöt ugrál, hogy de vajon ez neki miért éri meg? Mert hogy itt az ember mindig kérdezi, de hogy
mi az a dolog, ami miatt valóban, tehát ugye nyilván nagyon-nagyon sok ingyenes szolgáltatást felsoroltál, és a százalékok sem magasak, amiket itt a szerződéscsomagok kapcsán meghatároztál. Mi az, ami miatt mégis ennyire jól működik, hiszen tudjuk, hogy jól működik nálatok ez a dolog, hiszen piacvezető cég vagytok. Mi a titka ennek? Én azt hiszem, hogy a titok az ajánlás. Tehát akit egyszer mi kiszolgálunk, aki egyszer megérzi a bőrén azt, hogy milyen a mi ügyfelünknek lenni, az tovább ajánl. Az elmondja a szomszédjának, elmondja a közértbe, elmondja a fodrásznak. Gyakorlatilag a mi erőnk a szájról szájra terjedt hírben van. Mi kifejezetten Gödöllőn társasházi lakást 50 napon belül adunk el. A családi házak terén, hogyha tényleg jól meghatározzuk az árat, akkor a fél évben bőven benne vagyunk. Nyilván ez nem minden ingatlanra vonatkozik, ez egy átlag. Ebben benne van a 3 év alatt eladott is, meg a nagyon gyorsan eladott is. Nyilván attól is függ a dolog, hogy az eladó mennyire motivál, tényleg mennyire szeretné. De mint minden szolgáltatás, hogyha az profin van csinálva, akkor ajánlást hoz. Ha ajánlást hoz, akkor nekünk holnap is lesz üzletünk. Mi nem a rövid üzletpolitikában bízunk. Én nem hiszek abban, hogy gyorsan gazdagodjunk meg, és akkor ez milyen jó. Lépésről lépésre, de minél szélesebb körben ezek szerint. Szórólapokkal, újsággal, internettel. Egyszerűen az, hogy ismerjék meg az emberek azt, hogy mi itt vagyunk. Portamagazinnal. Portamagazinnal, így van. És én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy próbáljanak ki bennünket. Tehát talán a díjmentes szolgáltatásainknak a lényege, hogy próbáljanak ki. Tényleg nézzék meg, hogy mi mit adunk díjmentesen, és akkor boldogan fog akarni bennünket eladó oldalon is, hiszen ha díjmentesen ki tudom őt szolgálni maximálisan, akkor a sikerdíjamért meg talán még jobban kiszolgálom, és akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ne kérjünk előre pénzt semmiért. Tehát jöjjön, nézze meg bennünket, nézze meg, hogy mit tud egy ingatlanos, egy profi ingatlanos, és a végén fizessen ki bennünket boldogan, megelégedve. Hiszen a boltba is akkor így fizetünk, van. Amikor már nálunk így van a kiválasztott így áru van, nem előre. Sokan vannak a piacon, akik nem ezt teszik. Tehát, kedves eladók, hogyha olyannal találkoznak, akik előre kérnek pénzt, tegyék fel a kérdést, hogy vajon miért fog ő holnap dolgozni az ingatlannal, ha már elvitte a pénzed. Tehát ugye mi egészen odáig motiváltak vagyunk, amíg el nem adtuk az ingatlant. Hiszen ez a sikerélmény nektek is, hogyha el van adva, így nektek van, is abból lesz pénzetek. Így van, így van. Van, aki nem ezt teszi, előre kér pénzt, viszont kérdezem én, hogy akkor akarja eladni az ingatlan, mert miért adná el? Onnantól kezdve megvan neki a jutalom. Így van, előre megkapta a fizetést. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt az első nagy csomag kérdés. A második kérdés, mert volt egy másik, nem tudom, érdekes, én erre nem is számítottam, hogy sokan azt kérdezték, hogy mit érdemes ma venni. Tehát én azt hittem, eladó oldalon fog jönni a több kérdés, de nem. Ezek szerint a vevők is érdekesnek találták a műsorunkat. Így van. Azt kérdezték, hogy mi az, amit, hogyha van egy kis megtakarított pénzük, és ingatlanba szeretnék fektetni, akkor mit érdemes venni? És mi lenne ez? Én azt gondolom, hogy ma nagyon sok befektetőtől és sok olyan embertől hallom, akik ingatlant vesznek, és tapasztaljuk nap mint nap, hogy társasházi lakást Gödöllőn, illetve a Szódon. Ez a két olyan helység most itt a térségben, ahol tartják magukat az ingatlanárak, és gyakorlatilag most olcsóbban meg lehet venni ugyanazt a társasházi lakást, mint 2 évvel ezelőtt, viszont ugyanannyiért lehet kiadni a bérletbe. És a minősége sem romlott annyit 2 év alatt? Így van. Tehát gyakorlatilag ezeket a 2-2,5-3 szobás társasházi lakásokat Gödöllő belvárosába, illetve Aszódon a 4 emeletes falujáró kutyán, így van, az most a sláger, és mentek le az árak, viszont az albérleti díj, amennyiért ki lehet adni, az a díj, az pedig ugyanannyi. Tehát gyakorlatilag, aki most befektetés céljából próbál ingatlant venni, az inkább, nekem az a tapasztalatom, hogy inkább e felé, és rögtön ki is tudja adni.
Tehát mindjárt tud. Két előnye is van, tulajdonképpen, kettő az egyben. Így van, mindjárt tud gyakorlatilag havonta pénzt hozni a lakás. Úgyhogy ez a két dolog, amit én ajánlani tudok most a vevőinknek. Piroska, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk. És hogyha már ennyi sok szó esett az ingyenes szolgáltatásokról, akkor én azt gondolom, azt is mindenképpen nagyon fontos megemlíteni, hogy telefonos elérhetőségen is kaphatnak ingyenes tanácsadást Piroskáéknál, méghozzá képernyőn látható telefonszámon, illetve továbbra is feltehetik e-mailben is kérdéseiket a képernyőn látható e-mail címen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, várunk vissza téged a következő hónapban is. Én köszönöm szépen. Önök a Porta 44. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk a jövő héten is. Mai műsorunkat az interneten is megtekinthetik, honlapunkon a videótár menüpontra kattintva, www.regioplustv.hu. Viszontlátásra! Viszontlátásra!